faluszépítő program keretében közel 50 vérszilvafát ültettek el zombán. A főút mentén található fasor telepítésére egy előző pályázat adott lehetőséget. Ez tulajdonképpen egy beruházásnak, egy topos beruházásnak a úgynevezett utózöngéje. Ugye a tavalyi évben szilárd burkolattal láttuk az úgynevezett zombai árkot, tehát a gyűjtő árkot, és ez tulajdonképpen párhuzamosan megy a 65-ös főútvonallal, és a két rész között, az árok és az út közé pedig vérszilvákat ültettünk. Hát tulajdonképpen ezzel is próbáljuk egy kicsit földobni a települést, meg hát eltakarni az útról képessége az árkot. Olaszországból rendelték a facsemetéket, és mivel a koronavírus ott húzamosabb ideig tombolt, késett a kiszállítás ideje. De hál' Istennek ideértek, és sikerült elültetni őket, ami hát remélhetőleg egy-két év múlva itt ezt a főutat szebbé teszi. A főút menti árok rendbetétele már megvalósult, azonban a pályázat végleges elszámolására még nem került sor a járványügyi helyzet miatt, mondta Szűcs Sándor polgármester. Így utólag most már, amikor teljesen kész számotulajdonképpen az utólagos elszámolások vannak, és erről is beszéljünk, aminek meg kellett volna történni, csak most ez a vírus helyzet, ugye az államkincstárt is egy kicsit visszafogja, és így nem sikerült befejezni, de minden anyagunk készen van hozzá. Ez a tavalyi évben épült meg, illetve 18 őszén kezdődött, 19 nyarára készült el. Tulajdonképpen ez a település gyűjtő, vízgyűjtő árka, ami eddig nem szilárd burkolatú volt, és sok esetben jelentkezett már az a veszély, hogy egy nagy zápor esetén a földárok, és ugye ott már beomladozva, mert voltak műszaki problémái, azok nem képesek elvezetni a vizet. És tulajdonképpen az indok is ez volt, amikor a pályázatot beadtuk, és hál' Istennek megértették a támogatók, és így sikerült megvalósítani, és így kapott egy 1x120-as szilárd burkolatot, ami nyilván mérnöki számítások alapján a völgy településre jelmelő vízgyűjtő résznél a szükséges csapadékvizet el tudja vezetni. Ezt a tavalyi évben már két alkalommal be is bizonyította, amikor hatalmas zápor hullott le rövid idő alatt, és gyönyörűen megoldott ezt a feladatot. Ugye azt tudni kell, és ez már műszaki rész, hogy egy szilárd burkolatnak az áramlási sebessége sokkal nagyobb, tehát nincs akkora súrlódás a víznek, tehát azonos keresztmetszeten lényegesen nagyobb mennyiség el tud folyni, mint egy föld vagy egy fűves árokba, úgyhogy így ez megoldotta a helyzetet. Tehát fontos volt, tehát ez műszakilag településvédelmi szempontból is fontos volt, meg hát azért legyünk őszinték, egy főútvonalat mellett vezető faluárok azért nem árt, hogyha úgy néz ki, mint ahogy neki kell nézni. Most úgy néz ki. A zöldítés, akár fák, virágok ültetése fontos a földbolygó védelmében is. A fákat a bolygó tüdőjének is nevezik. Nem véletlen a hasonlat, ugyanis a fák fontos részei a természeti környezetnek. A fák fontos szerepet játszanak az oxigéntermelésben. Egyetlen egy fa képes egy tonna széndioxidot elnyelni az élete során. A vérszilva, vagy más néven vöröslevelű cseresznyeszilva, körülbelül 7-8 méteres magasságot is elérő, terebélyes koronájú, lombhullató fa, mely különlegesen szép bordó leveleivel, valamint dús halvány rózsaszín virágzatával díszíti környezetét. Jól mutat kertekben, parkokban, de utcafaként is megállja a helyét. Zombán a 800 méteres szakaszon elültetett vérszilva fák gömbformára lesznek visszametszve.